Hello, sziasztok, unboxing videó! Kínából megint meg se néztem, hogy mi jön, de hát most már nekem is jár egy kis meglepetésem itt gyötrelem után, úgyhogy csak úgy bontsuk ki, csak észleltem, hogy jön a postás, de utána nem jártam, hogy mi az, aminek meg kéne érkezni. Ilyenkor nyáron inkább a bringázással vagyok elfoglalva. Most ez a zacskó, ebben van még egy zacskó. Eddig jó. Atya világ. Hát jöttek két mérőkábel, ugye egészen mondosan a maszkúi, de mérőkábelek, amik a legjobbak szerintem. Ez ugye ez egy FYS47-es típusa van. 1, 2, 3, 4, mindenek 8-nak kell lenni. 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8. Megvan 8. Megmondom, miért szeretem ezt a mérőkábelt, vagy inkább megmutatom. Van egy olyan műszerem, ami bírja a 20 ampert. És itt van egy 1,2 voltos, na jó, 1,3 voltos feltöltve cella. Na most, hogyha egy mérőkábelnek nagy az ellenállása, mondjuk 1 ohm, akkor mondjuk egy 1 voltos akármit, ami végtelen áramra képes, mert mondjuk a belső ellenállása 0 ohm, akkor ugye végtelen lenne az áram, de a mérőkábel ellenállása 1 ohm lenne, akkor 1 ampert mérni, ugye? Ezt akartam mondani, hogy nem tudod megmérni a rövidrezárási áramot rendesen egy szar mérőkábellel, egy kis feszültségű, egy ilyen 1,2 voltos nikkelmetálhidrid akkunál, amire ezt így lebontottam, addig el is mondtam. Ő itt hasított banán, nagyon finom, nagyon jó. Ez puha szilikon, ez elég erős, a vége a törésgátló hajlik, aranyozott, jóféle erős vég, és ráadásul úgy van kitalálva, hogy ezt, ha visszahúzkodod rá, akárhol levághatod, és akkor kapsz egy olyat, aminek csak a vége látszik ki, mondjuk, ha itt vágod le. Szóval úgy is megoldhatod ezt a kis sapkáját. Jó pofa. Én annyit szoktam vele csinálni, amikor új, hogy a banán hasításba ide belenyúlok, egy picit megnyomom, hogy jobban kontaktoljon, de ez a legtökéletesebb kontaktú valami. Mérőkábelszerűség, Kínából aranyozott a vége, szilikonos, puha, és elég a keresztmetszete. Most ezt ti látjátok? Vajon? Hát most már látjátok. És ha rámérünk egy rövidzárási áramra, egy akura, így, akkor látod, hogy 9 ampereket mérsz. És egy szar mérőkábelnál meg nem mérni 9 ampert, hanem ilyen 3-at, meg ilyeneket, mert nagy lenne az ellenállás, a sorban van a körbe, és az 1,3 volt per mit tudom én mekkora ellenállás, csak 3 ampert adna. Ez pedig egy nagyon kis ellenállású kábel, szóval egy jó mérőkábel. Meg is lehet terhelni természetesen elméletileg, ami rá van írva, azt tudja, és ezt a 20 ampert egyszer, mint ha próbáltam volna. Egy jó kábel. Úgyhogy, ha mérőkábelt kerestek, akkor szerintem ezt a maszkfújt érdemes venni. Ja, meg feliratkozni. Hello, bello!